Aliho! Erre a hétre eredetileg nem terveztem videót, de aztán az az ötletem támadt, hogy elkészítem a nagy sikerű Pinterest videóm ünnepi változatát, onnan inspirálódva fogok összerakni karácsonyi és szilveszteri szetteket a már meglévő ruháimból. Tartsatok velem! Egy picit már szétnéztem, hogy lássam mégis milyen a felhozatal, viszont nem mentettem le semmit, az most fog következni, de úgy látom, hogy ezen a fehér, zöld, piros vonalon fogok főként mozogni, mert valahogy az vonz, meg hát az van a szekrényemben. Ami még ugye bejöhetne, az az arany, ezüst, csillogó dolgok, de olyan nem igazán van. Esetleg inspirációnak, vagy hogy nektek megmutassam, lementek néhány olyan fotót is, de vágjunk is bele. Úgy azzal fogom kezdeni, hogy Christmas outfit. És akkor hát itt rögtön van is egy olyan, hogy zöld szoknya fehér pulcsival, ez ugye egy ilyen fémes zöld, ami nincs, de zöld szoknyám van, úgyhogy ezt megpróbáljuk. Aztán itt van zöld ruha. Fehér nadrág piros pulcsival. Ennek megpróbálom a kismama kompatibilis változatát. Bordós, kantáros ruha, piros pulcsi, vagy fehér pulcsi. Végül is egy ilyen casual setnek ez is elmegy. Ilyen klasszik piros, vagy nem tudom, ez lehet, hogy inkább ilyen terrakottába hajló szoknyám nincs. De van egy bordó, úgyhogy megpróbálom ezt azzal. Fehér pulcsi és alája egy garbó van rétegezve? Lássuk. Illetve volt itt egy zöld ruha, ami szintén ez az ilyen fémesebben csillogó, vársonyos anyagnak tűnik. Ilyenem nincs, de a zöld ruhámat, be fogom vetni. Mik vannak még? Itt van egy piros ruha, hát ez ilyen pulcsi ruha. És ilyenem nincs, de ennek apropóján megmutatom, hogy mi szokott lenni az én 24-i esti szettem. Lehet, hogy ehhez hasonlót is össze tudok rakni, ha még rám jön az a szoknya, vagy ha még be tudom gombolni. De egy nagy részt ilyen piros fehér kombinációt, meg fehér pulcsikat mentettem le. Próbáljunk egy olyant, hogy Christmas Eve. Na, itt ugye már bejönnek az ilyen csillogósabb dolgok. Ilyenem nincs, de hogyha nektek van, akkor vegyétek elő. Fekete zöld? Mondjuk ez engem annyira nem ünnepi, de lássuk, megpróbálok valamilyen
ehhez hasonlót. Egyébként ugye a feketét azt nem annyira szeretem már egy ideje. Jó, próbálkozzunk egy olyannal, hogy New Year's. Ez nagyon jól néz ki. Ilyen ruháim nincsenek, de nagyon jól néz ki. Pulcsi ruha. Az ugye mindig jöhet, akár csak ilyen karácsony másodnapján kanapén döglődéshez, vagy társasjátékozáshoz, vagy ilyesmihez. Úgyhogy egy olyant is csinálunk. Ez a kép elgondolkoztatott, hogy a bordós lilás nadrágom, amit összehordtam, fel tudom-e öltöztetni úgy, hogy ünnepi legyen? Ilyen színű pulóverem mondjuk nincs, de lássuk, lehet, hogy, vagy kíváncsi vagyok, megpróbálnám, hogy ez hogy néz ki. Itt van egy csomó ilyen őszi dolog, amit nem értem, hogy miért van így. Esetleg még megpróbálok egy olyant, hogy festive outfits. Ez is mennyire jól néz ki, ugye egy farmert is nagyon könnyű feldobni egy ilyen hangsúlyosabb toppal. Ez izgi. Ez izgi zöld szoknya, meg egy ilyen óriási oversized pulcsi. Hát pont ilyen nem fogok tudni, de megnézem, hogy ez mit hoz ki belőlem, meg a ruháimból. És szerintem itt lassan meg is állok, lássuk, hogy mit mentettem le. Tizennégy képet, úgyhogy az úgy jó szerintem, lássuk. Kezdtem ezzel a fehér nadrág piros felső kombóval, mert most éppen hasonlóan vagyok felöltözni, még karácsonyi zokni is van rajtam. Egyébként ugye ez a szett nem különösebben ünnepi, inkább itthoni, főleg ezzel a nadrággal, de valamiben kell pihenni is, az ünnepek alatt is, meg főleg, hogyha az embernek ekkora a pocakja, akkor a kényelem az mindig fontos szempont, de most megmutatom ennek az egy fokkal utcaibb változatát, amit össze tudok rakni a meglévő ruháimból. Tehát valamilyen kevésbé fancy alkalomra tudom elképzelni, barátokkal találkozni, vagy karácsonyi vásárba menni. Bár most, hogy felvettem, kiderült, hogy ezt a nadrágot eléggé kinőttem. És hát most még, hogyha az ünnepek alatt felveszem, oké, de utána aztán már nem lesz jó leülni, már nem kényelmes benne. Úgyhogy ez így járt sajnos. Látszik, hogy nadrágot sokkal kevesebbet hordok, mint szoknyát, mert úgy kinőttem, hogy észre se vettem kb. A második szett, ez a zöld szoknya, fehér pulcsi összeállítás. Ott a képen egy ilyen
nagyon nem téli cipővel volt, úgyhogy én is olyant vettem fel hozzá, ami végül is benti eseménynél működhet. Ezt a szoknyát említettem a gardróbrendezős videóban, hogy nagyon-nagyon szeretem, de nagyon nehéz, úgyhogy valószínűleg a várandóságom alatt nem nagyon fogom most hordani, meg hát nem is tudom rendesen begombolni, viszont ez tényleg egy ilyen gyönyörű ünnepi darab. Ebben a fényben szerintem nem látjátok jól a színét, de egy ilyen csodaszép fenyőzöld. És hát mondjuk ezt a szettet feldobnám még egy valami nagyobb aranyos fülbe valóval, hogy legyen benne egy fémes csillogás is. Szerintem a lányon nem volt harisnya, de én azért húztam. Ezt a szettet egy ilyen köztes hangulatúnak érzem, mondjuk egy karácsonyi koncertre azért nem venném fel, de talán családi vacsorához már igen, vagy hát attól függ, hogy kinek milyen a családja, meg az összejövetelek. Ezt a ruhát egyébként picit rövidnek érzem, úgyhogy harisnyával sem annyira komfortos, inkább leggingzel szeretem hordani, de most így az inspiráció megvalósítás kedvéért így raktam össze, és hát végül is így sem rossz, aki szereti a minibeket, én annyira nem érzem jól magam bennük. Így ezzel a szoknyával valósítottam meg, és ezt mondjuk el tudom képzelni egy céges karácsonyi összejövetelre, akinek van ilyesmi, de mindjárt megmutatom kardigánnal is. Ennek így már más a hangulata, de így sem rossz igazából. A kardigánokat egyébként azért szeretem jobban, mert hogyha meleg van, akkor valahogy könnyebb megszabadulni tőlük, vagy hát alapból ugye akkor rétegesebben öltözik az ember. Elmegy. És akkor az utolsó ezen a fehér pulcsis vonalon, ez a szett, amit hát úgy nem érzek annyira, nem tudom, nem azt mondom, hogy nem venném fel, de nem érzem különösebben ünnepinek a színek ellenére, de egy próbát megírt. Mondtam, hogy megpróbálnám ezt az önmagában nem túl ünnepi, meg hát nem is túl téli nadrágot, és ezzel a zöld pulcsival képzeltem el, de szerintem ez így nem működik, nagyon pizsamás az összeállítás. Viszont valami fancy-bb, akár egy fémes, csillogó, rövidebb pulcsival működhetne, és fel lehetne öltöztetni. Szerintem csak ez nem az az összeállítás. És ha már zöld pulcsi, ez az az összeállítás, amire azt mondtam, hogy a komfortzónámon kívül van, de megpróbálom. Viszont ez is egy rövidebb felsővel néz neki jól, ha jó lenne a ruha, mert amúgy meg nem ér össze. De egyébként ezt a ruhát, amikor még hordtam feketét, nagyon szerettem, és
és akár működhetne is egy másik harisnyával, meg egy másik pulcsival, de nem pocakosan. Ebben a szetben ugye az oversized pulcsis szoknyakombó fogott meg, és ezt így valósítottam meg szintén egy ruhával. Egyébként nem lenne rossz, csak amiatt, hogy ez a ruha rám már nem jó, itt kiállnak ugye a gombok, meg mindenféle, de egyébként maga a kombináció azt tetszik, és ezt így felvenném. Meg ez a pulcsi nagyon-nagyon puha és meleg, bár önmagában így annyira nem karácsonyos, a megfelelő színekkel, meg kiegészítőkkel kombinálva viszont működhet szerintem. Ez ugye egy ilyen abszolút kényelem központú szett, viszont visszafogottabb családi vagy baráti összejövetelekre szerintem simán működhet. Ezek a pulcsi ruhák egyébként szuperek. Az idén többet is vettem, mert a pocakkal is jól működnek, meg amikor nincs kedvem nagyon sokat gondolkozni azon, hogy mit fegyek fel, akkor csak feldobok egy ilyent, egy leggingzel, és kényelmes, meleg, összeszedett minden szükséges szempontnak megfelel. És akkor itt van a zöld ruhám, amit ugye már mutattam, és mondtam, hogy főleg ezzel a mellénnyel, meg csizmával nagyon ilyen hálaadás hangulata van számomra, de nyilván karácsonyra, vagy szilveszterre is felvenném, vagy valamilyen eseményre ebben az időszakban, a mellény nélkül is, akár egy pulcsival, bár továbbra is fenntartom, hogy ezeket az újakat szerintem kár lenne elrejteni, mert nagyon különlegesek. De van még egy zöld lenvászon ruhám, és azt is mindjárt megmutatom. Szerintem főleg a galéria miatt érzem ünnepinek, és teljesen meglepődtem egyébként, hogy még rám jön, beér, teljesen jó. Ez ugye a piros vagy a fehér pulcsival, vagy ezzel a bézs ekrű kardigánnal is jól működhet. Hogyha valami elegánsabb helyre mennék, akkor nyilván a leggingset cserélném harisnyára, de akár szilveszterre, vagy karácsonyi vacsorára egy ilyen ruha szerintem nagyon sok mindenhez talál, vagy működhet, illetve a lenvászon az olyan, hogy télen feled öltöztetni, nyáron meg ugye jól lélegzik, ennek pont van alsó szoknyája is, úgyhogy harisnyával is teljesen jól lehet hordani. És akkor a nagy finálé, a piros ruhám, amit 2018 óta minden december 24-én felveszek, és csak akkor, úgyhogy el is szoktam néha gondolkozni rajta, hogy eladom, mert hát nem használom ki, viszont így nagyon megszerettem ezt a hagyományt. Idén nem fog működni, mert ez egy sondeflor ruha, és ezeknek ilyen nagyon-nagyon alacsonyan van a dereka, ami a nyilván a pocakkal nem kompatibilis, szóval ahhoz, hogy működjön, így fel kell húznom,
de akkor meg elől, hátul, mindenhol ronda, úgyhogy idén valószínűleg valamelyik zöld ruhában fogok karácsonyozni, de majd várom, hogy jövőre ismét felvegyem. Gyönyörű egyébként a galléria is, ez különösebben nem karácsonyos, de ez a ruha nekem olyan Mikulás felesége hangulatú, úgyhogy akkor szoktam felvenni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és élvezhető volt annak ellenére, hogy közben teljesen ránk sötétedett, illetve hogy tudtatok inspirálódni belőle. Igazából arra szerettelek volna ösztönözni, hogy az ünnepek alatt is elsősorban a szekrényetekből vásároljatok, és azt használjátok, amitek már van. Én egyébként nagy rajongója vagyok a szettek ismétlésének, simán felveszem ugyanazt a ruhát több alkalomra is, főleg, hogyha más emberekkel megyek valahová, de hogyha ugyanazokkal, különösebben akkor sem érdekel. Szerintem nagyon-nagyon ritkán jegyzik meg az emberek azt, hogy valaki mibe van felöltözve. De még hogyha meg is jegyzik, akkor is mindegy. Szerintem egy jó ruha az nagyon sok alkalomra felvehető, lehet fel, meg le is öltöztetni, és remélem, hogy ezt ezzel a videóval is bebizonyítottam. Köszönöm, hogy velem tartottatok, boldog karácsonyt kívánok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!